megkezdődhet a Villany utcai piactér új tetőzetének megépítése. Február 19-től igényelhetik az ajánlóíveket a jelöltek és a jelölő szervezetek. Több mint duplájára nőtt 2017-ben a balesetet okozó ittas vezetők száma. Önök a Telepaks kistérségi televízió híradóját látják február 22-én csütörtökön. Jó estét kívánok! A munkaterületet átadták, így megkezdődhet a Villany utcai piactér új tetőzetének megépítése. A piac árusító asztalai közötti területet fedik le, hogy a vásárlókat megóvják az időjárás viszontagságaitól. A munkálatok várhatóan 2,5 hónapot vesznek igénybe. Nem sokáig kell ázniuk a piaci vásárlóknak a Villany utcában. Az árusítóhelyeket már korábban lefették, a továbbiakban az asztalokkal párhuzamosan ezt a meglévő tetőszerkezetet kötik össze az újjal. Az önkormányzat versenyeztetési eljárás során 3 ajánlattevőt kért fel, végül a Partner Kft. Nyújtott be érvényes árajánlatot a munkálatok elvégzésére. A tegnapi nap folyamán a szerződés aláírásra került, és a mai napon pedig a munkaterület átadás is meg fog történni. Ez nem azt jelenti, hogy holnap után neki fognak állni a piacon a kivitelezésnek, mert itt a kialakítás, a lefedés kialakítás olyan, hogy előregyártással jelentős munkákat lehet elvégezni, de hát erről ugye tájékoztattuk eddig is a piac üzemeltetőjét, és ezután is folyamatosan. Reméljük, hogy már az árusok is tudják azt, hogy mi várható itt az elkövetkezendő 1-2 hónapban. A beruházás szerződéses értéke nettó 15 millió forint, a kivitelezőnek 75 nap áll rendelkezésére a munkálatok befejezésére, tehát várhatóan május közepéig elkészül a piac vásárlóterének befedése. A munkák a tervek szerint a piaci, azaz a keddi és pénteki napokon nem folytatódnak. Javában tart a pártok és szervezetek felkészülése az országgyűlési választásokra. Hétfőtől február 19-től igényelhetik az egyéni választókerületi képviselőjelöltek ajánlásához szükséges ajánlóíveket a jelöltek és a jelölő szervezetek. Az ajánlóívek kiadásának első napja február 19-e óta 28 igény érkezett be az Országos Egyéni Választókerületi Választási Irodához az országgyűlési képviselőválasztásra készülő jelöltek, jelölő szervezetek részéről. Ez még bővülhet, hiszen még van ideje a jelölő szervezeteknek, illetve a független jelölteknek ajánlóívet igényelni. Március 5-éig ugye lehetőségük van ajánlásokat gyűjteni. Mostanáig 3-an adták le az összegyűjtött ajánlóíveket, mind a 3 ajánlóív kupacot ellenőrizték már a munkatársaim, és mind a 3 esetben megvan a szükséges ajánlásszám. Ebből egy jelöltet vettek nyilvántartásba eddig. 2 jelölt egyelőre nyilvántartásba vételre vár, ez hamarosan megtörténik esetükben is. A nyilvántartásba vett, illetve a nyilvántartásba vételre váró jelöltek személyéről a választás.hu oldalon tájékozódhatnak a polgárok. Több mint duplájára nőtt 2017-ben a balesetet okozó ittas vezetők száma. 2016-ban ért véget az az akció, melyet a Paksi Rendőrkapitányság vezetője rendelt el, hogy csökkentsék ezt az arányt. Idén ismét fokozott ellenőrzésre számíthatnak a közlekedők. Kritikus pont a Paksi Rendőrkapitányság területén a balesetet okozó ittas vezetések száma. Az intézmény vezetője még 2011-ben rendelte el a fokozott ellenőrzést, amelyet 5 éven keresztül végeztek a rendőrök az utakon. Az akció eredményesen zárult, 2016-ra 1 számjegyűre csökkent az ittas vezetések száma. Lezárult az 5 éves intervallum, természetesen nem hagyta abba a rendőrség a napi ellenőrzéseket, csak ez a fokozottság lett visszavéve. 2017-ben viszont azt tapasztaltuk, hogy több mint a duplájára nőtt a teljes évet tekintve az ittas vezetők aránya, akik sérüléses balesetet okoztak, ezért idéntől újra rendelésre került egy fokozott ellenőrzés, amely során heti szinten vannak kint a kollégáim és ellenőrzik az ittas vezetőket és járnak el velük szemben. A Paksi Rendőrkapitánysághoz tartozó 15 településen változó időpontokban és helyszíneken ellenőriznek majd a rendőrei. Az ittas vezetésnek egyébként nincs konkrét elkövetői köre. Fiatalok, idősek, nők és férfiak egyaránt beülnek a kormányügi úgy, hogy előtte alkoholt fogyasztottak. A gépi meghajtású járművekre változatlanul a zéró tolerancia vonatkozik.
Az ittos gépmeghajtású jármű vezető, ez ugye a segédmotoros kerékpártól elkezdve a különböző gépjárművekig bárki lehet, illetve bárki eljárás alá vonható, aki ittosan vezet. Ez a helyszínen értékek, légalkohol értékhez, illetve véralkohol értékhez van kötve. Ez alapesetben 30 ezer forint. Hogyha valakit ilyenet tettének a kollégáim, de van 100 ezer forintos alakzata is, és van ugye, amikor vezetői engedély elvételre kerül, és bírósági eljárás van belőle, vagy a büntető ügy indul belőle. Bírósági eljárás során akár több 100 000 forintra, vagy több évnyi eltiltással büntethetik az ittas vezetőket. Ne kockáztassanak, vezessenek felelősség teljesen. Feloldják a látogatási tilalmat az Életfa Idősek Otthonában február 24-e szombattól. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tilalom február 10-én lépett érvénybe az influenza járvány miatt. Asztalos, zenész, vőfény, múzeumi gyűjteménykezelő, veterán motoros, szenvedélyes kártyanaptárgyűjtő és nagy bajuszáról híres verklis, Őring István. A Kackiás verklissel készült beszélgetésünket ma a Híradó után kezdődő kulturális magazinunkban láthatják. Vőfélyi hivatását a közelmúltban akasztotta szögre Ring István azért, mert 30 évnyi virrasztás után szeretett volna szombatonként otthon aludni. Azonban polgári foglalkozása a Városi Múzeum gyűjteményének kezelése mellett továbbra is maradt a szórakoztatás talaján. 4 évvel ezelőtt a múzeumok majálisára mentünk májusban a kollégákkal, és igazgatónővel törtük a fejünket, hogy milyen különleges attrakcióval jelenjünk meg, hogy a többi múzeumtól egy picit különbözzünk, és a látogatók jobban odafigyeljenek ránk. És én már régóta hallgattam a verkli hangját internetes videókon, és akkor mondtam neki, hogy hát készítek egy verklit, és vigyük azt. Verkliével azóta járja az országot, rendezvényeken zenél, osztatlan sikert aratva. István megjelenése mindig kifogástalan, bár nem autentikus, hisz a verklisek régen nagyon szegény emberek voltak. De, mint kérdik, ki hallgatná meg, ha őrongyokban zenélne. A legnagyobb feltűnést azonban nem öltözetével, hanem bajuszával kelti. Borotválkozni sokkal rövidebb ideig tartana, és sokkal egyszerűbb lenne, ám én a katonaság alatt megfogadtam, hogy én többet nem kívánok megborotválkozni. Azóta ez tart, és most már több mint 30 éve, hogy utoljára borotva ért az arcomhoz. A Kackiás verklisnek mintegy 9 órányi hanganyag áll rendelkezésére magyar és külföldi slágerekből, a verklis szalagok jelentős részét barátjával ketten gyártják. Emellett szinte szakértőjévé vált a veterán motoroknak, és hatalmas kártyanaptár gyűjteménnyel rendelkezik. Erről is mesél ma esti Paletta magazinunkban Ring István. Péntek reggelig túlnyomóan borult lesz az ég, havazás sokfelé várható. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 fok körül alakul. Holnap estig is még több felé számítani lehet havazásra, az északkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0+1 fok közelében várható. A Híradó után a Palette magazin veszi kezdetét. Tartsanak velünk ma este is, ha tehetik. További szép estét kívánok, viszontlátásra!